Na nézzük, most még a felvételt is elindítom. Elméletileg megy. Na, sziasztok! Akkor enshrouded egy kicsit, majd utána megyünk pálvördözni. Ugyanis itt is haladni kell. Legutóbbi alkalommal megépült a farm, meg rohangáltuk jobbra-balra. Ezt fogjuk folytatni. És fejlődünk. Fantasztikus. Oké, ez játékon belül egészen biztos, hogy elállítódott. Kamera szenzi, az jó van ott az 25-ön. Oh yes. Mondjuk ez egy kicsit nagypapás lett, úgyhogy ez így, ez lehet mondjuk 40. Így jó. Négy perc maradt 10:30-ig. Na, elméletileg egyébként így a streamingbe is történt változás, innentől kezdve, ha minden igaz, soha a büdös életben nem kell, hogy T-ringet lássatok, de bármi előfordulhat. Na, ott tartottunk, hogy kipakoltunk, csomó mindent fejlesztettünk legutóbb. Hát majd, ha kimegyek, akkor 120-ról azért vissza fog esni. 30 felett azokat is szokni kell. Jó! Ugye megint minden izé sárga pöttyös. Ott tartottunk legutóbb, hogy szerintem megszereztünk egy-két fő küldetés szálra vonatkozó fejlesztést, és tudtunk kraftolni magunknak új szettet, tehát a ruhát azt lecseréltük, most már tudom termeszteni otthon azt a növényt, amiből csinálom a fonalat, és az én, ja, és tudom, és az Amber-t. Az Amber-t fedeztük föl, hogy azt hogy és mint lehet farmolni, és ennek köszönhetően ugye tudtunk csinálni pár új hát. Jó, elméletileg minden sárga pöttyöt leszettem. Fasza. Másnál 40 FPS mappal. Micsoda? Na. Kiég a szemem, de a 40-80 dolgozik. Igen, szóval itt van a farm, és ugye itt termesztjük szépen a flaxot. Ez ugye azért volt fontos, mert ezt kellett nekünk a ruha készít ez. Ennyi. Végtelen FPS? Hát figyelj! Én adom, hogy 119 szar, vissza kell küldeni, hibás. Hang az érdekes. Játék hang az csak akkor van, ha beszélek. Aha. Fasza, ezt jó, hogy mondod. Ti nem hallottok játékhangot. Na, hát ezt mondjuk nem teszteltem tegnap. A filter miatt? Na várjál, filters, noise gate, leszedve. Ja, igen. Na ez is egy érdekes dolog. Jó, legyen így. Lefiltereztem a game hangot. Most már ok, látom. Majd megoldjuk azt az egyéb dolgot. Igen, mert ugye a Mike Aux hangon keresztül jön ugye a játéknak is a hangja, és azt filtereztük le. Így tézem, srácok, nyugi. Jó, na, akkor nézzük azt, hogy éppen hol állunk zsurnál ügyileg. Hunter, Wall Decor, igen, ugye ezt megkaptuk, de azt csak azért, mert legyártottam. A Workbench-nél pedig kaptunk ugye ilyen whetstone
crafting matit, ez minket annyira nem érint. Quests. Ugye itt a kettőt kellene megszerezni a csajnak. Show on map. Aha, tehát az az a nagy kör. És szerintem pont ezt mondtuk, hogy ebbe az irányba fedezzünk akkor föl dolgokat. Itt van egy viszonylag nagy terület, amit meg kellene nézni. Innen szerintem átugrok ide, hogy ezt felfedezzük, és akkor utána megyünk tovább. Ezt a csodálatos képet, ezt egy 40-80 generálja le, nézzétek meg, milyen gyönyörű. Nézzétek meg. Láttatok már ilyet? Azért ezen dolgozik rendesen most a gép. Hopp! Nya. Ez a next level. Next level survival gaming experience. So good. So good, so special. Ezt a szuper része csinálta, igen, igen. Hát ez nem akármi. Annie Moose, na végre egy év, jöhet az új badge. Sziasztok, jó játékot. Szia, nagyon szépen köszönöm. Gratul az új badge-hez. Na, először így light-osba beflöccenünk ide. Na, ez csak amiatt, hogy... Okay, ők amúgy nem bántanak minket. Tehát így én se nagyon basztatom őket, hogyha nem muszáj. Ha! Ha! Palwardben ilyet nem látsz. Igen, pont egyébként aranyosak voltak a srácok, mert mondták, hogy nem baj, tök jó, összeállt a gép, akkor este tudod tesztelni, meg holnap. Mondom, az jó, mert mondom, este Palwardözök, amiben annyira szerintem nem érezhető a videókártyának az ereje. Másnap meg enshroudidozok, ami híres arról, hogy nem tölti be a textúrákat, tehát annyira nem lesz könnyű. Vivian azt mondja, hogy itt még szebb a kép. Hát azt remélem is. Mert ott aztán pláne 2K-ba megy ki, és YouTube-on azért ez szerintem brutál érezhető lesz. Hát Twitch-en a kis csöki 1080p, 60, tudod, azzal kell megelégedni. Mi most a top játék, amivel lehetne tesztelni? Ez egy jó kérdés. Hát figyelj, ha nem is mostani top játék, de abban biztos vagyok, hogy mondjuk egy cyberpunk az lehet, hogy megfingatná. Hoppá, itt van kérlek szépen egy átkelés. Alan Wake 2? Passage. Amúgy nekem az pont jól is jönne, mert majd itt kell átmennem. Elden Ring. Amúgy az Elden Ringet is meg lehet nézni, igen, hogy ott mit művelne. De amúgy az, hogy most jelenleg a világba rohangálok maxra húzott grafikával, és a 120 FPS-ről nem mozdulunk el, az azért elég faszának tűnik. Az nem szar. Vissza kell nézni régebbi enshrouded vodot. 120-ra limitáltam persze, hogy 120-nál ne legyen több. Az be lett állítva. Azt igen, ezt ráraktam, mivel... A 13700K maradt. Minden más változatlan. És tudjátok, mint megígérem nektek, hogy update-elni fogom a honlapot, bár... Ezt mondtam nektek, hogy...
tervbe van az, hogy készüljön egy új honlap, és ott az lenne nekem a célom, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. Meg akarom azt nézni, hogyha készülne egy honlap, nyilván az általános infókkal, amik jelenleg is ott vannak a honlapon, bár nem tudom, hogy ezt a kutya olvassa egyáltalán, vagy az se, de hogy azon a honlapon keresztül lenne megoldva a menetrend. Valamilyen módon ilyen kalendár, és még arra is gondoltam, nem tudom, hogy ez fizetőse vagy nem, hogyha létre lehet hozni egy olyat, hogy azon a honlapon van egy naptár, amiben mondjuk adott esetben a streameknek az idejét és magát a streamet tudom vezetni, és mondjuk, hogyha ti arra rákattintotok, hogy tudod, hozzáadod a sajátodhoz, akkor behúzná, és mondjuk a telefonodon is látnád rögtön. Még ilyesmin gondolkodtam, de nem tudom, hogy ez egy fizetős plugin-e vagy nem. Segítsek szerkeszteni? Elden Ring 60 FPS cap van. Ó. Vivi, van egy kedves néző, aki felajánlotta, hogy ő honlap készítéssel foglalkozik, hogy megcsinálná nekem. Én meg nyilván hülye lennék nemet mondani egy ilyen felajánlásra. De valami ilyesmin gondolkodnék, mert ez egy tök király dolog lenne. Nyilván, hogyha az könnyen szerkesztető és nem felejtem el, akkor még hasznos is. Meg akkor így nektek is talán könnyebb követni, hogy mikor mi lesz vagy van. Na, itt van egy kis shroud, és nekünk abba az irányba kell menni. Én ugye azt szeretném először megcsinálni. Ark Survival is lehetne tesztelni. Na biztos vannak olyan gépek, vagy olyan játékok, amik így brutálisan terhelik a gépet, és nyilván azzal lehetne. Hát én szerintem maradok annál a felállásnál, hogy éppen amivel aktuálisan játszunk, azzal tesztelgetjük. A Cyberpunk. Hát nekem elsőre azonnal a Cyberpunk jutott eszembe, hogy ha valaki valamit valamivel tesztel, arra a Cyberpunk szerintem tökéletes. Na, bebuffoljuk magunkat. Nagyon tetszik, hogy 120-ra el sem mozdul, az amúgy nekem is. Azt azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy azt nem élvezem, hogy onnan most ez nem mozdul el. Palworld-ben pedig fix 100. Ott 99 és 100 között mozog. Ott nem tudom amúgy, hogy miért nem 120, de... De az nem 120. Mapnál droppolt 60-ra. Mapnál... Amit itt? Ja, amikor húzom a mapot, vagy... Lehet. Ó, várjál, itt van valami épület. Ja, ez annak lesz a teteje. Hirtelen kizumoltál akkor? Ja, látom, 39. 30, az igen. Ja, látom most már, hogy mit mondtok. Ó, ez be van ragadva, szegény. Hát azonnan akkor úgyse fog kijönni. Palvernek ilyen kemény lenne a gépigénye? Hát szerintem csak valami nincs jól beállítva. Oké, azt is akarom nézni közben, hogy ezt. Hogy ki tudok-e jönni valahol a shroudból. Igen, tehát hogy ez ugyanaz a szint. És akkor itt lehet egy kört fordulni. Itt most visszafordulok. És azt mondom, hogy így megyek csumára föl egészen addig, amíg el nem érek 600 méterre. Igen, nekem is az a gondom, hogy most nem az... Ugye ilyenkor nem csak azt kell nézni, hogy mi az, ami mondjuk durván leterheli, hanem
hanem olyat kell nézni, ami úgy terheli le mondjuk adott esetben durván a gépet, hogy jól is van optimalizálva. Tehát, hogyha valami csak nagyon terhel, de azért, mert egyébként szarul van összerakva, azon nem biztos, hogy sokat segít. New location charter. Ó, tehát most itt meg kaptam egy... Az igen. Ne kajabáljál. Oké, itt középen van egy kis sziget. Mondjuk általában várjátok, az ilyen területeknél nem az szokott lenni, hogy van egy chest, vagy most azzal nem foglalkozunk. Megszerezzük-e a Lego Wandot? Amúgy oké, csináljuk azt, hogy ha még marad idő, megcsinálom ezt a részt, és utána, ha nincsen túl messze... Jaj, bazd, megvárja, lesz piros. Jó, hogy nem ugrottam nagyot. Utána megpróbálhatjuk megszerezni egyébként azt a Fire Wandot. Így egyébként, hogyha van... játékhang, akkor nem hallatszódik be a Ventinek a hangja, nem? Ez nyilván csak akkor érdekes, amikor csak én beszélek, és nincsen más hangforrás, ugye? Oké, viszont aztán ezen a piroson valahogy át kellene bingizni. Aha, az lehet, hogy nem is lesz annyira egyszerű, mint gondoltam. Ja, ilyenkor nem. Tehát ilyenkor elveszi azért a hangját. Ah, van egy híd. Oh, wow, és ott a hídon vannak csúnyaságok. Viszontlátásra. Én a saját Ventimet hallom. Az Nvidia... Az azt sem tudom, hogy micsoda. Ez honnan jön? Ó! Oh. Nvidia Broadcast. Szerintem sose használtam. Jaj, ne kérlek! Hallod, mekkorát mentettem? Elfelejtettem, hogy nincs double jumpom, és nyitottam egy ernyőt. Aha. Baszki. Hát egy kicsit úgy megállt bennem a kaka. Ennek a játéknak nagy a gépigénye? Én arra nem hallottam, hogy panaszkodtak volna az emberek. Arra inkább, hogy sokszor nem tölt be textúra. Az meg gépigény ide vagy oda. Sajnos ez... Na, itt 45 van, mehet a power, nem, nyilván csak vicceltem. Ami viszont nem vicc, hogy kurvára meg fogok halni itt. Ha nem tudok kijönni a shroudból, netto egy percen belül, akkor ez roppant kellemetlenné válik, roppant gyorsan. Na figyelj, ott van egy
hegy. Vajon az fölfele? Ájjájjájjájjáj. Nem ismerem megnyitni a mapot, mert azzal is csak az idő megy. Hát, ez nem úgy tűnik, mint ahonnan kimászok. Pedig itt kellene, hogy legyen egy kis izé levegő. Ájjáj. Jajjáj, more! Hát, szerintem vessünk keresztet magunkra. Na, legalább halljak meg valami olyan helyen, ami elérhető. Ez fáj. Akkor jól érzékeltem, hogy én itt nagyon közel voltam ahhoz a dungeonhöz. Na, egyébként itt azért haltunk meg, mert nézek, hol a hullám. Mindenki volt számolva. Minden tökéletesen ki volt számolva. Tudtam nagyon jól, hogy itt van egy ilyen. Taktikai teleportálás volt, igen, pontosan. Na nézzük. Szóval azt a kettőt mondtátok, hogy meg kell szerezni, és hogy funny lesz. Reméljük nem fogok pirosba ugrani. A gond az, hogy mivel meghaltam, most elbuktam a rested bónuszomat, aminek annyira nem örülök, de ez van, kevesebbet tudunk szaladgálni. Komolyan, Bambi? Na, az tök jó. Ma is lesz. Akkor, figyelj, legalább már van egy ember, aki jól szórakozik rajta. Na, nézzük csak, tehát ott van egy elixírvel. Amúgy ide kellett volna tudnunk felugrani, és akkor ott tudunk levegőt venni a ködből. Na, mindegy. Na, nézzük. Na, itt lesz valami bosszocska. Írtak valami ilyesmit a devek, hogy 60-on megy fixen. Na, mondjuk ilyen probléma nem volt. De szerintem az előzőnél se. Jó, hogy itt van még valaki. De te honnan jöttél? Valahonnan mögülem. Na, és... Na de várjál, hova kell menni? Mindig szokott lenni egy lejárat, hogyha... A bosszos részem, várja, az piros láva, az annyira nem jó. Á! Megvan! Ez jó sikerült. Igen, és most kell elérni azt, hogy ne pirosba érkezzek meg. Ilyenkor még egyébként azzal szoktam szórakozni, hogy tuti fixen elcseszem. Na nézzük, vannak virágok.
Zap, zap. Először megpróbálok írtani, és majd kifele lootolunk. Ezért kell a crit. Ezért kell a crit, hogy minél többet kritelek, annál jobban tudok AOE-zni. És akkor ezek a dolgok nem problémásak. Milyen szépen, nézd meg, milyen gyönyörűen írtja AOE-ban a Lightning. Nagyon jó. Mindjárt nézem, hogyha valamit kérdeztetek, csak az a baj, hogy én itt elkezdek most körbenézelődni a cseten, miközben a Shroudba vagyok. Bízisten meghalok. Ki kell írtani azt a hülye növényt, és akkor utána tudok figyelni. Csak azt meg kéne találni. Arrafele nincsen semmi. Itt ugrottam le. Aha, és ennyi staminám volt. Köszönjük el a staminától. Viszlát. Ó, oh, itt van. Hát ez easy. Én azért megpumpolnám őket. Oké, okay. Gyorsan szedjük szét. Baszki, de jó, hogy ez nem egy lyuk volt a földbe. Mint a igen, mint hogyha a New World-öt meg a Valheim-et keresztezték volna, amúgy igen, sok olyan elem van benne. Na, nézzük, miről maradtam le? Kedves chat, ja, azt olvastam, Big felejét, ezt nem tudom. Én ennél nem érzem azt, Big fella. Az nagyon zavar, hogy sokszor nem töltenek be a textúrák. Ellenkezőleg zenyős Ultrán 190 FPS, folyamatos gyönyörű animációk, Enshrouded meg... Ja, várjál, akkor két külön játékról beszélgetünk. Én erről beszéltem most végig. Na, itt akkor keresnünk kell elméletileg azért egy ládát, még mielőtt elhagyjuk ezt a csudi helyet. Wow! Lootoltam egy legendás bót! Azt figyeld! Arsonix bó! Level 15-ös! De jó, csak szart se ér az Archer. De tök jó! Oké, okay, ez mi? Archer chest, az staminát ad, míg az én chestem... Ja nem, nekem most kell még egyelőre a bónusz armor. Ezt nem tudom szétszedni, nem, csak törölni tudom. Volt még egy kés is valahol. Ja, itt van. És ezt a staffot találtuk, ez 11-es, ez 16-os, akkor ez is salvage-elhető. Hm. Hát jó. Na mindegy, szóval elméletileg itt valahol kellene, hogy legyen egy chest. Szerintem arra, mert arra megyek tovább. Visszafele nem láttam chestet. Aha, na várjál, mert ott arra is lehet. Ó, szia! Ó,
És egy ilyen dobta egyébként a legendás axe, vagy mi az legendás bow. Tehát ez most vagy az van, hogy az itt fix drop, vagy az fix belőle, hogy ilyen mobok dobhatják, és nekem most ez kidobta. Viszont stuff, vagy mi az, chestet még nagyon nem találtam. Az meg szerintem halott. Na várjátok, az baj, mert körbeértünk, és nem találtam chestet. Lehet, hogy itt nincs. Ha körbeértem, és ti se láttátok, akkor... Csüde sötét lett, várjál már. Még a láda az világít, úgyhogy ezt látni kéne. De hol lehet? Ez ilyen extrém trükkös lenne. Az ilyen zgagyi, igen. Ha itt van egy láda, de ez nem olyan. Na nem maga az ilyen, hanem a mechanika, ami mögötte van, hogy nincs végtelen ammód, sokáig tart az ammót craftolni, ahhoz képest amennyire gyorsan ellövöd, szembeállítva a mágussal, aminek vannak végtelen spelljei, meg egy staffja, vagy meg egy vandja, ami meg helyből végtelen. Nem éri meg. Na jó, én itt nem látok chestet. Akkor én erre lehet, hogy azt mondom, hogy itt lehet, hogy nincs. Itt voltunk bent. Itt végeztem a bosszal, meg egyebekkel. Nem, a sebzése jó, meg ranged, úgyhogy tud működni úgymond endgame-be, de nem jó a crafting. Vagy az kellene, hogy több ammót gyártsál ugyanabból a mati mennyiségből? Ja, erre nem jöttünk el. Vagy könnyebb legyen craft, tehát hogy kevesebbe kerüljön a craft. De ott van a láda, jó van. Az gond viszont, hogy ezen az én kezdtem el steppelni. Azt hittem, hogy be fogunk robbanni. Na, mondjuk wizard boots, de mondjuk pont a cipőből nem wizardosat akarok hordani, mert az jó defet ad. Vagy stamina regent, már nem is tudom, hogy melyik a kettő közül. Jó, akkor mégiscsak megvolt a chest. Jó, akkor jó. Akkor jó, hát ha jó, akkor jó. Akkor húzzunk innen a rákba. Fölmegyünk oda a portig, vagy meddig, ahol lejöttünk, ahol visszatöltődik ugye a shroudos rész, mert még itt kell mocorognunk. És akkor elosztjuk a pontot, mert most megint van egy pár pont. Kettő legalább. Igen, az Eternal spellek azok megborítják az egyensúlyt, mert ha az nem lenne, akkor azt mondom, hogy a mage-nek is hasonló szopás a staffot használni. Mivel vannak ezek az Eternal spellek, így szerintem unbalanced ahhoz képest, hogy a rangednek meg nincsen mondjuk végtelen erója. Mondjuk valami, nem tudom, trickster eró, vagy eternal eró, vagy nem tudom, minek lehetne nevezni. Mondjuk a restit bónusz miatt amúgy haza kellene mennem. Hát eléggé mana heavy, de most érted, hogyha lősz vele egyet-kettőt, amivel legyilkolod a teljes teret, akkor igazából mindegy, hogy most az mennyi manát eszik meg.
De persze gondolom ki kell egészíteni azért a Vandal. Na, mi pedig ott tartunk, hogyha valakit érdekel, hogy a Trickster ágat azt mondtuk, hogy azt nem húzzuk egyelőre, majd később biztos, hogy fogjuk, amikor sokkal több pontunk lesz, mert hogy főként csak spiritet veszek ki belőle, intelligenciát meg akkor, hogyha sokat belerakok egyéb pontokba, aminek nem látom értelmét. A Mass Destruction az kurva jó, és ott ki is lett lakva az intelligencia végére, és mivel még Shroud Damage-et nem csinálok, ezért azt nem raktuk ki. És csak a Lightning Damage-et erősítem, ergo direkt be a Wand Damage-et, hogy Fire vagy Ice, azt nem, csak az abból proccoló crit után járó Lightningot. Majd később ezt a négyet is ki kell húzni, mert az 30% extra Ice, meg 30% extra Fire Damage. Illetve van egy Radiant Aura, abban nem mentünk bele. A Wandmaster ágon végig eljöttünk a dupla healig, és ugye utána már csak ilyen Shroud Time, meg Healing Wave, Spirit, itt van egy intelligencia, ez meg már túlzás. Ez a pont később nagyon fontos lesz, ha már nagyon sok ponton van, és magas szintű a bázisom, mert akkor minden második flame szintért kapok egy intelligenciát. Az később fontos lesz. A teleportot bár Purmi nagyon szereti, én azt most egyelőre még nem húzom. A Battle Mage ágon ugye a Wandon végig jöttünk, az konkrétan teljesen ki van rakva az intelligenciáig. Itt a Battle Mage és a tank közötti ágat azt én annyira nem tudtam hova tenni, mert már helyből úgy indul, hogy melee weaponnel, és nekem nem melee weapon van a kezembe. És when dealing critical damage with melee weapon, you will heal. És nem melee weapon a wand. Úgyhogy én ezt ezért nem értettem. Itt a merciless attackra ad bónuszt, a merciless attack az pedig... mondjuk azt még egyébként tudjuk triggerelni. Na mindegy. Dodge-nál kiváló. Aha, jó, azt megnézem majd. Most annyira azt nem érzem annak hiányát, hogy az nincsen. Tehát ez a Life Burst-es ág egyébként érdekes lehet. Ez. Hogyha megölök egy enemit Magic Weapon-nál, akkor hílelődök háromszorosát az intelligenciámnak. De most nem tudom, hogy arra van-e szükségem, mivel... Igen, pont ez, Hackcrag, amit írsz, hogy indokolatlanul gyorsan ellövöd az ammót. Tehát így írod te is, hogy fél óra farm, fél óra játék, csak hogy legyen nyilvessződ. Kemény. Pont tegnap lett meg az Exalted, de az a baj, hogy early access a game, annyira magasra nem tudott húzni a flame-et. Hát igen. Jó, és itt pedig elindultunk a tankágon, építve Constitution-t, Armor-t, Max Armor-t, Constitution-t, és azt mondtam, hogy a következő kettő az ez lesz. Ha három vagy több enemy van, akkor kevesebb fizikál, és ha három vagy több enemy van, akkor 15%-kal kevesebb magical damage-et szenvedek el. Ehhez kell 6 pont. És utána az egyik ág Constitution, a másik Strength, tehát a Constitution-t fogjuk kirakni. Az Earth Aura is nagyon jó, mert az passzív 10% damage reduction, tök jó. És utána ez is egy olyan, ami drága, hogy Constitution pontot kapsz kettesével a flame szintenként. Én a tankágon idáig leszeretnék jönni, mindenféleképpen. Ez az ág Strength, ez már nem kell. Tehát itt kell 3, 6, 7, hát 12 pont. 12 pontig még itt a tankot húzom. A Warriornál szerintem nincs értelme, talán várja egy Constitution, ez már melee weapon.
ez strength, blunt. Nem, ez már nem fog kelleni. Tehát itt talán ki lehet rakni azt a constitution-t, és ennyi, hogyha akarok még HP-t, az nem rossz. Akkor van a barbárág, ott ugye strength-et stackelsz, azt szerintem nem kell. Mert az melee damage, azért nem fogok bejönni a constitution-be, hogy ez meglegyen. A bash parry, ez például fasza lenne. Mivel parryzek a shield-el, ez lehet érdekes, csak ezt is úgy éred el, hogy melee weapon, strength, parry, ez szerintem túl sok beáldozás fölöslegesen. Tehát nem tudok úgyse jump-at akkolni. A double jump-ig el akarok jönni mindenféleképpen. Az ugye 1, 2, 3, hát azt most nem tudom kirakni. De ugye ez tök jó, mert endurance, speed és double jump az jöhet. A melee weapon már nem érződik. És itt a Survivor ágba bele tudunk majd menni. Jó. Igazából ennyi. Itt is igaz, ezt fogom rakosgatni. Hát figyeljetek, először én rakok erre a Magical Damage minuszra. Abból többet sérülök, mint fizikálból. És akkor maradt még 2, az lehet 1 Constitution. És akkor ide kell majd 4 pont, ez már nem kell. Viszont 1 Constitution-t ide is be tudunk tenni. Legalább elköltöttem a pénzem. Jó! Inkább a stamina kéne a bányászáshoz. Figyelj, igazából... Én azzal a flame aurával annyira nem barátkoztam meg. A játék vége fele ugye mondták a srácok, hogy 114 pont az, amikor mindenet ki van, mármint amikor már nem tudsz több pontot szerezni. Azért 114-ből már bőven bele lehet nyúkálni olyanba, amire az elején azt mondott, hogy ez nem éri meg. De hogyha sok pontod van, akkor igazából miért ne? Én úgy vagyok vele. Most megyek egy kicsit előre, aztán lerakok szerintem egy altárt. Sőt, mondjuk most. Hogy... Menjek kell kő. Hogy hazamenjünk javítani. Nem tudom mennyi van, de a level 25 vagy. Hát 25-nél nem mész följebb. 25-ös szint a max, amit te el tudsz érni, mint így personál szint. Viszont ugye mivel minden fasságért kapsz pontot, hogy kell Shift-R. Mivel minden fasságért kapsz pontot, ezért nagyon sok pontod lesz a játék vége fele. Amit én egy picit... nem is picit, én soknak érzem. Mikor egy ilyen gameben már az van, hogy nagyon-nagyon sok ágba tudsz belemenni. Jó, nyilván early access, lehet, hogy ezzel majd még állítgatnak. De... Én tényleg úgy érzem, hogy indokolatlanul sok az a pont, amit elosztasz. Minek? Ezek a textúrák benem töltés, nem tudod miért van nálam? Mit tudom én rá, de ez nekem az előző gépnél is így volt, meg most ennél a gépnél is így van, látod? Szia, mit integetsz? Hagyjál békén, várjál, lemegyek, leveszem a flaxom. Azt nézzétek, milyen szép nagyra megnőttek a flaxaim.
Hát én nagyon remélem, hogy ez a textúra be nem töltés, ez nem egyedi dolog. Na nézzük. A 60 seedlinget. Hát akkor szerintem majd abból a branchból csináljuk a következőt. Na, azt hova, azt hogy tetted oda? Csak hogy ne legyen unalmas az ültetés, most másik fajta módon ültetek. Látjátok, milyen roppant kreatív vagyok? Hogyan lehet földobni az amúgy rettenetesen unalmas ültetést? Például, hogy félreültet. És azt mondom, hogy ezt a 60-at lerakom, de valamennyit ki kellene tenni, mondjuk egy tizet abból ki kellene tenni, amit felszedtem, hogy mindig folyamatos legyen a flaxolás, nem? Mondjuk az nagyon durva, hogy ezt tízszerezni tudom, tehát hogy egyet leraksz, és utána abból 10 magot csinál, az bazi jó. Nem tudom, hogy amúgy kelleni fog ez ilyen nagy mennyiségbe. Valheimbe utáltad az ültetést? Hát ott nem volt egy olyan kellemes dolog. Ja, hogy egy idő után megszűnik? Az... azt így nem. Oké, ezzel mit tudok csinálni? Ja, tudom splitelni. Jó, tizet belerakok, viszont kell hozzá hozni vizet, és a vizem elfogyott. Ja, fixálni fogják, én azért sem annyira izgulok ezen. Majd megcsinálják, és akkor jó lesz. Itt volt egy kút, nem? Nem azt mondtátok, hogy itt van egy kút? A mellette? Ja, nem, abban van kút. Százharminc probléma van. Jó, hát... nem tudom mondjuk, hogy ezt milyen frisse, milyen gyorsan javítják. Ami például egyébként a Palworld mellett szól, csak hogy azért kivételesen arról is beszéljek egy kicsit, az, hogy ott viszont nagyon gyorsan javítják a hibákat. És itt gondolok azokra a glitchekre, amiket találnak az emberek, és tényleg az van, hogy mindent megpróbálnak nyilván kihasználni, hát gondolhatjátok. És azokat folyamatosan tömködik be azokat a lyukakat. Azt egyébként kifejezetten jó érzés látni, hogy azzal így foglalkoznak, és viszonylag sűrű jönnek a dolgok. Na nézzük, van 24 darab linenem amúgy, meg most még kirakok ide 30-at. Mert az igény a világon nem kell jelenleg semmire, de tudod, jó érzés tudni, hogy van, ha kell. Jó, ezt kirakjuk ide, és akkor vissza is, várjál, javítottam? Javítottam, oké. Rested bónusz fél órára megvan. Visszajövünk ide. Fölszedjük azt az oltárt. És megyünk tovább. Hogy ne szedjük föl, mert úgyis még megyünk arra fel. Majd felszedjük onnan, jó. Na, location above. Aha. Na, az jó. Én azt hittem, hogy ezen a szinten lesz. Ez már három or more enemy-nek tűnt. Nézzétek, csak néha megjelenik körülöttem egy pajzs. Oké, valahova föl kell mászni. Próbáljunk meg itt a szélén menni. Grata Setuphoz mondtad, hogy Instára raktál fel képeket, csak én nem látom. Raktam föl pedig sztorit, Mondli. Tegnap miközben építgettük, raktam föl képet. Hát, mivel elég későn végeztem én,
úgy a véglegesítése. Utána már nem csináltam olyan képet, de majd ma meg akarom csinálni, hogy rendet rakok konkrétan ott mellettük, és akkor lefotózom a két gépet, mert kurva jól néz ki ez az új ház. És viccesen néz ki. Jó, át tudtam jönni ide. Hatalmas karikám van. Atya úristen, na jó, itt nem tudom, hogy mi történik. Minden rendben ment az építés, hát persze, Girosz, gond nélkül ment. Átjöttek a srácok, pikpak összeraktuk, semmi hiba nem volt. És nagyon jól megy minden. Oké, ez mondjuk így feletté bizgi lesz ez a felfedezés itt. What is that város? Hallottam valamit. Nem tudom, hogy most itt én akkor felfedezgessem ezt a helyet, vagy csak menjek A-ból B. Ó! Oh. Jó napot kívánok! Jaj, itt elfelejtettem, itt nincs mászás. Már nyomtam volna a pálvördes falra mászást. Ja, képzeljétek el, írtam, hát lehet, hogy a nevére már nem is emlékeztek, Damiennek, aki a baglyos emótokat rajzolja. Szóltam neki, hogy mondom, szükségem lenne még egy új emótra, egy kukás bagolyra. És mondtam, hogy ha, ez kellett, de jó. Mondtam neki, hogy ha, mondom, úgy jobbnak véled, akkor csinálhatjuk úgy is, hogy legyen 2 / 3 emót, úgy, hogy egy kukás autó az 1 vagy 2 emótból álljon össze, és az őt kiegészítő kukás bagoly az egy különálló emótként, ergo így ha egymás után rakjátok le, akkor így ilyen kombó emótnak működjön. Hova megy? Most kajak idáig elszalad? Úgyhogy lehet, hogy meg lesz az első ilyen kombó emótunk. Most léptünk szintet. Hoppá! Azt a kurva. De ez hova lövi? Mindegy, ez olyan furán működik. Hát ebből látszik egyébként, hogy nincsen egyetlen egy pont se rakva nekem például a staffra, mert nagyon lassan kasztolom el. Itt van enemy.
Twitchen is követed? Great Mace. Nem jártunk annyira jól. Nem tudom, hogy itt mi lehetett volna a helyed, de mindegy. Jó, akkor ezt megcsináltam. Flame Sanctum. Viszont ott is van valami. Akkor ez egy másik. Ez egy másik ilyen beugrós spot volt. Elméletileg abba az irányba is kell lennie valaminek. De miért spónoltak ilyen gyorsan újra? Oh, hello, láda! Kösz. Kösz a semmit, láda. Köszi. Aha, itt kellene bejutni. A streamelés az visszalépés a kukás ötlethez képest. Hát ezt mindenki döntse el magának. Hüha. Annak elég nagy a hangja. Hol és mit hallok? Nem, itt van valami nagy. Oh. Na lövöm azt, a másik meg belehal a kritbe. Hát ez bocs, ezt lenémleskingeztem. Jó, hát nem tehetek róla, hogy beragadt. Na, az azért, na figyelj, az nem az én hibám. Viszont kaptam valami Ring of Health nevű gyűrűt. De nézd meg, milyen szép ez a textúra is. Ó, meg az a pofánbaszás, amit kaptam hátulról. Térben lévő szín Qui-Gon Jinn kardjának színe. Ja. Hát, most éppen ilyenre lett állítva. Nem tudom, zöld hangulatban voltam ma. Ma olyan, nem tudom. Természet közelinek éreztem a mai napot. Azt mondtam, hogy én ma zöld leszek. Guard of the North. Nagyon jó. Az a baj, hogy a kesztyű slotnak nem örülök. Oké, megvan a kettle. Kellene szerintetek menni tovább? Én amúgy lehet, hogy most inkább hazamennék, és megnézném, hogy mit ad. Mit ad a Chaisi amiatt, hogy visszahozom neki a köcsögjét. Igen, a növénypálok előnyben részesülnek pontosan. Vagy ma minden pált elszívunk. Jó, először is innen ki kell jutni, az egészen biztos. Hüha, na ez itt nagyon nem tűnik barátságos résznek. Ne! Oh, bazd meg, az... A frászt hozod rám, hülye gyerek. Mi lenne, ha nem ennél, hanem mondjuk a staffodat vennél, vagy a pálcádat vennél elő. Na jó, menjünk haza a csajhoz. Olyat nem tudok csinálni, hogy ide valahogy lerakok egy flémet, hogy innen ne kelljen elmenni. Mert ilyen balra megyek, balra nem megyek. Hogy jutottam akkor egyáltalán ide? Jó, hazamegyünk. Majd visszasétálok oda. Jó lenne egy ilyen game MMO-ban, szívesen játszanék vele. Szia, Jaxian!
Na jó, figyeljetek, itthon sem tölt be, úgyhogy akkor az, hogy settings, display, és azt mondjátok, hogy texture resolution, max quality. Performance-ról átrakjuk ultra performanciásra, autó, ultra performance, performance, balance, quality. Legyen akkor quality. DLSS, DLA, FSL2, FX, off. Shadow quality, balanced quality, max quality, figyelj, basszassuk föl. De indirect lighting, az is legyen max quality. Reflection, az is max quality. Olimetrix, hát az is quality. Figyelj, mindent fölbaszunk akkor quality-re. Semmi balanszírozást nem akarunk, semmi balanszírozást, minden a minőség. Contact shadow, custom, on. Resolution scaling. Ez egyébként itt volt. Vagy lentebb volt? Nem tudom, hol volt. Ez valahol volt. Ezt én húztam így magamnak 100-ra, hogy 2K-s legyen. Na, hát elméletileg most még sokkal gyönyörűségesebb lett a játék. Azonnal 120 FPS helyett csak 90. Na! Oké, max quality-n azért már megdolgoztatja a gépet. Egy jó zombis túlélő játék? Igen, az az a Day Before. Új kártyát kell venni, igen, nem bírja egyszerűen. Na figyelj, a fireplace-t kellett lecraftolnom neki. Ez most upgrade. Oké, ez a kesztyű, ez nem kell, ez salvage. Az viszont jobb. %6 throwing damage multiplier. Mit dobál egyébként az archer? Meg is feledkeztél róla, pedig best game. Na, nézzétek csak! Szóval a jány ezzel járul hozzá itt a közösséghez. Én ezt lerakom ide, az úgy jó. De egyébként még illik is oda. Na nézzük, mit tud csinálni ez a raw game-ből. Csinál grilled game-et. 6 receptet kaptam. Grilled mushroom. Ja, ez mindent megcsinál, amit eddig én manuálisan csináltam. Csak bele kell tennem. De jó. Igen, ugye én is grilleztem a cuccokat, csak most már nem. Nagyon király. Na várjál, akkor viszont szedjünk ki mindent, ami kaja. Azt nem tudom, hogy azt a kék gombát is meg tudom-e sütni. Vagy mondjuk a paradicsomot. A kukorica az volt, szerintem azért azt nem. A ház elnutott. Az, mint hogyha nem lett volna ott. Ezek kaják. Itt nincs kaja. Én begombázok. Élő adásba gombázom szét magam. Látod. Na! Adjad ide? Mármint, hogy ne adjad ide, én adom oda. Olyan kék gombacuc volt? Roasted? De van olyan. Hogy ne lenne? Annyi csak, hogy mindig át kell állítanom majd, hogy éppen mit kraftoljon. Méz az nem volt ott. Tehát grilled mushroom, grilled azur, grilled lean meat, wolf meat, és akkor a roasted corn cob. Ja, lehetne egyébként az, hogy több ilyet rak le az ember, és akkor azt mondja, hogy
mindegyiket egy külön receptre állítja. De én most így annak annyira nem látnám értelmét. Jó. Hát figyelj, hely végül is maradt. Jó, nézzük meg, hogy milyen gyűrűim vannak. Life Lead Chance, vagy Stamina, Stamina Regen. Hát hiába legendás a gyűrű, inkább legyen akkor HP Regen, és akkor Stamina Regen mellé. Majd lesz jobb is, ne aggódjatok. Ezt nem is tudom salvage-elni. Jó! Na, akkor kipakol. És kirakjuk oda azt. Erre például nincsen már szükség, úgyhogy kirakhatjuk a kort. A gondom az, hogy szerintem megteltek a ládáim. Nem. A két legendás bóm van. Azért ez is mindent elárul. Hogy nem a varázspálcából kapnék többet. Nem. Mi kell neked? Nagyon kell neked az a bó. Bilbo. Legyen így. Jó, megvan akkor viszont a kettle. Más viszont most nem történt, úgyhogy valószínűleg még mindig tovább kellene haladni. Itt, reach the capital, Pike Maids Research. Tudjátok mit? Nézzük meg ezt, mert ez a sárkány ott, fönt. Bazd meg, akkor lerakhattam volna oda valamit. Na mindegy, akkor így fogunk menni. Jó, nézzük meg, hogy mit tud az a sárkány. Ezt innen föl fogom venni, és ha tovább haladunk, akkor lerakunk majd egy újat. Az egyébként mondjuk Enshroudedba zárásnak jó lehet, hogyha sikerül megcsöcskölni a sárkányt. És most szerintem nem is veszem vissza a flémet, mert még oda el kell mennünk. Az bármikor beüthet a szar. Az jó lesz? Na, nézzük. Igen, azt mondtátok, hogy durca lesz, úgyhogy most már azért is kíváncsi vagyok rá. Gombafej! Jó, tovább egyenesen. Megyünk sárkányt írtani. Hoppá, várjál, ott viszont az piros. Aha. Akkor ezen a részen itt van piros. Az nem jó. De itt szerintem átmentem. Aha, itt átjöttem, és akkor utána kell elmenni. Erre nem tudtam volna fölmenni, és akkor úgy kerülni egyet. Ah, nem. Hát, hogy de, csak ahhoz nagyon magasan kéne lenni, hogy oda átkerüljek. Há, jó, akkor marad az a megoldás, ami múltkor volt. Ide át. Városba be, és akkor balra tarts. Ami viszonylag nehéz ebbe a szituációban, amikor helyből úgy kezdünk, hogy meg kell kerülnöm. Persze, nyilván amikor oda eljutunk a sárkányos részhez, akkor ott majd építünk egy oltárt, hogy ne kelljen ezt az utat még egyszer megtenni, mert ez szar. Oké, itt föl. Oké, itt most irányba vagyok? Amúgy igen. Ha.
valószínűleg ez volt a trükk. Azt nem néztem meg végül a beállítások között, de vannak lehetett állítani az autó targeten, hogy kikapcsolt vagy ne kapcsolt. Jó, itt van valami, várjál, ha azt szép. Az is egy megoldás. Igen, tehát, hogy az is nagyon-nagyon jó ötlet volt. Lehetett volna kevésbé szarul, de... Amúgy teljesen megérdemeltem volna, hogy meghalljak. Tehát ha valaki ilyen hülye... Ó, itt pont ki tudom dugni a fejem. Na, az jó. Nézzük csak, arra nézek arccal, de itt van valami. A Scattered Legacy. Ilyenkor vajon azt kell követni, ahova mutat az a... Őszinte leszek, nem tudom, hogy ilyenkor merre fele van a questitem, hogy nekem segít azzal a jelöléssel, vagy nem. Anyás, falon keresztül is kapták. Szerintem ez lesz az. Guard of the North. Ó, de várjál! A Guard of the North ezek szerint egy különleges szett. Mert abból az előbb kaptuk a kesztyűt. Azt meg ugye nem lehet tudni, hogy itt most akkor végeztünk, vagy nem. Amúgy úgy néz ki, hogy igen. És elméletileg ott a sárkány. Akkor itt most, ha én kimegyek balra, akkor építeni kéne egy oltárt, amikor... Aha. Itt ez mondjuk így viszonylag nehézkes lesz. Tehát itt át kellene jutni a piroson. Úgy, hogy közben balra is van tőlem, de gondolom az emeleten, meg jobbra is van tőlem az emeleten. Aha, oda kell följutnom. Tű! Shroudból gondolom kint kell lennem, hogyha akarok bázist építeni. Hallok valami nagyot. És hol van? Ó, fölöttem lesz! Ott lehetett grapplingezni, láttam. Szerintem az fönn volt ott az emeleten. Tábortűznél meggyújtotta valaki a társát? Ebbe a játékba? Na, vége van már? Mert ezt szétszedem, hogy ne is jöjjenek vissza. Ja, Palworld, de persze. Ott rendszeres.
Ott pihe egyébként így, így nagyon piromán. Oké, most megpróbálunk feljönni. És akkor itt kell lennie egy nagynak elméletileg. Aha, ott is van. És egyébként elviselhető a sebesség. Jó, nyilván nem jó. Csak egy szigetet égettél fel. Hát, mert utána többet nem hagytunk. Ha, ezzel szerintem nem befele haladok. Nekem ugye... Ott van fönt a hely. Ja, hogy még te is jöttél. Az az irány, fölfele. A kérdés, hogy mennyire fogja engedni, mert spónolni itt tudok. Ó, kell kő. Az a baj, hogy ez rubble-t ad. Honnan szerezzek követ? Vagy ágyat. Annyi kő van itt, és mégsem ad követ. Imperial Garden. Loli meg már dance-el? Nem, ez végig rubble-t ad. Innentől kezdve a donation-t is rubelbe kérem, jó? Avid, most kaptam agyvérzést. Ajjaj! Várjál, elvittél tőlem cuccokat. Ergo valószínűleg összeraktál belőle valamit. És gondolom ugyanolyasmi problémát tapasztalsz, mint ami nálam volt. Ergo, jogos az agyfasz. Vagy nem raktam össze. Szimplán egy vérrög! Hol vannak itt azok, akik... Francot kell itt csinálni. Ott van Ben. Józsi, maradjál ott, amíg lebontom az ablakot.
Leírtam Facebookon, de szépen szétszedtem, kitakarítottam a gépet, mondom, beteszem a hűtőt, kinyaltam vadonatújra az egész gépet, és nem fél... Nem fér be a hűtő. De az hogy? Az ráadásul egy... Az egy 240-es, nem? Vagy három... Várjál, nem... Nem, biztos, hogy nem 360-as hűtőt vittél el tőlem. Akkor 280-asat. Oké, honnan lesz kövem? Az a baj, hogy ez is csak micellás vizet ad, ez nekem nem jó. Elő a flexen. Várja, ezt talán itt tudom ütni. Azaz. Kicsi az ház, és túl magas, és a ramba beleütközik. Na, az van, Loli, hogy nekem van egy plusz házam is. Abba pont befér. Abba volt. Ja, nem abba volt, de abba befér. Nyugi, már írtam, hogy igényelném, igen? Persze. Majd írd össze, Loli, hogy mi van nálad, bazd meg, mert én már nem tudom nyomon követni, hogy ki mit vitt el. De persze, majd hozzáírjuk a többihez. Cannot build here. Aha. Jó. Mondjuk az baj. De azt mondtátok, hogy... várjál, lehet, hogy csak amiatt, mert hogy itt pont a körön belül vagyok. Vagy a város miatt nem enged. Oké, hova tudok építeni? Felvételt látunk, vagy AI. Városon kívül. De várj, a városon kívül... De bazd meg, hát az messze van. Városon kívül itt ugye köd van, gondolom a ködbe nem fog engedni. És akkor újra végig kell ezen sétálni. De várjál, városon kívül. De városon kívül erre a ködbe nem fog engedni építeni. Inkább azt mondjátok, hogy merre fele menjek? Ahol a követ szedtem? Hát a követ azt itt szedtem, és ide nem engedett építeni. Vagy menjek azon a részen följebb, és ott engedni fogja. Mondjuk igazad van, lehet, hogyha oda fölmegyek. Aha, jó, tök oké. Okay. Meglátjuk. Aha, itt már azért váltakozik a Not Enough Free Space, és a ott is van. Jó, és akkor utána megyünk be a sárkányhoz, csak előtte meg kell javítanom a cuccaimat. Vagy lerakhattam volna egy crafting asztalt a másik helyen, és akkor nem kellett volna hazajönni se. De mondjuk itt legalább föltöltődik a rest idem. Na, szóval ez a... -30% maximum time in the shroud. Ez jó hülye dolog.
Na nézzük, Miss Kettle. Megcsinálta a dolgokat? Úristen, még csinálj, még 35-öt csinál ebből a cupák húsból. Jó, ez a Kettle, ez minden, csak nem gyors. És neked mi bajod van? Miceliumot akar. Te figyelj, haver. Hát abból annyi van. Azóta, hogy le lett rakva az az NPC, egyszer se szedtem föl miceliumot és jöttem haza. Azok chestek, amiket jelölt? Igen? Az jó, mert akkor az azt jelenti, hogy... hogy itt akkor chesteket kell begyűjtenünk. Jó, de akkor először sárkányozzunk. Érdemes jól körbejárni ezt a várost, mert jó a ruhaszett? Jó. Jó. Sárkány. 53 van. Meglátjuk, hogy milyen sebességgel öl meg engem, vagy ölöm meg én őt. És akkor utána még van időnk pálvördözni is. Ja. Ó, na most nézd meg, saras lett a szép cipőm. Na. Mm. Ja, aha, tehát azért ide nem mész be. Okay. Vagy legalábbis nem onnan. Heal the pike. Hát a zené egyébként még mindig király a játéknak. Igen, pocsolyába léptem. Nagyon-nagyon nagy pocsolyába. Tehát a hangulata szerintem nagyon jó a játéknak. Amire kíváncsi leszek, hogy az a játék, amit még várunk, és 22-én jelenik meg, az milyen lesz? Hogy az még inkább háttérbe szorítja majd az Enshroudedot, vagy nem? Most azért elég nagy handicappel indul így a Palworld miatt. De egész szép számokat produkál ez is. Oh. Oh. Mhm. Meglátom mindig, hogy sárga, úgy örülök neki, de úgy örülök neki. Az kiderül, hogy ilyen kutyafasz. Hű! Aha. Oké. Valamit szív. Szóval múltkor észrevettük, hogy az iframe az furán működik. Ha nem tűzzel kéne, mert az reziszteli. A jeget is. Aha. Akkor még izé lehet, Chain Lightning. Az se.
Na várjál, most szopkod. Ah, ilyenkor jönnek ezek csak elő, és ennyi történik. Na ez a stun, ez annyira nem barát. Nem tudom, hogy van-e értelme egyébként ezzel lőni. Mert ez 42-ket üt rajta. Nem nagyon van értelme azzal lőnöm. Aha, tud a farkával is ütni. Jönnek a kicsik. És ilyenkor miért lövöm? Most például eldodzsoltam. Most nem. Mana Nohana. Saját magára is tud proccolni. Egyik testrészéről a másikra. Hát ez full easy. Nagyon-nagyon jól néz ki, csak kibaszottú broken ez a build. És kaptunk 30% mana, 30 health-es legendás gyűrűt. Hát, nem csak az, hogy ahogy Krappa mondaná, literálisan elsőre, de még hogy ráadásul így nem is volt izzasztó. Na várjál. Kulcsot lootoltam, ami valamilyen irányba gondolom, mert föntről ugrottunk le. Hát te... Hú, de sokan vagytok ott benn? És mind a föld alatt? Hát az nagyon fasza. Várjál. Erre van egy megoldásom. Ami nem működik. Jó van, akkor maradjatok ott. És le tudok ülni? Na hát a passzív hílem is brutális. És még nincs is rárakva sok. Az intelligenciám kétszeresét hílelem szekenként. Meg százalékosan van valami minimál növelés rá. Oké, arrafele megyünk fel. Oh, várjál! Hát lehet, hogy ott fölmegyek, akkor ott lesz a hercegnő. Na várjál, menjünk fel, lehet, hogy valami bulát kiszabadítunk.
meg nagyon jól volt telegrafálva a boss, tehát hogy viszonylag könnyű volt kikerülni az atakjait. Most én ide jöttem? Amúgy. Mert szerintem lehetett volna még följebb is menni. Innen ugrott ki a sárkány? Az amúgy lehet. Mert ez egy elég nagy hely arra, hogy ő itt elférjen, és ott volt egy ajtó. Jó, és én itt tudok még följebb menni. Hát, cegnő. Igen. Hát ha. Oké, balra. Balra is van valami, nem tudom, hogy ezt mondjuk ki kellene ásni, és akkor tudok tovább menni. Vagy ezzel nem kell foglalkozni. Nagyon jó, még följebb. Jó napot kívánok! Megjöttem. Hova jöttem meg? Ez miért jó? De, na most ide miért volt jó följönni? Lehet, hogy csak onnan láttam ezt. Ó! Oh. Ez az. Hát ez én nagyon megérte. Király. Na szuper. Izgalmas. Ez az itt vagyok, de hol vagyok? Hencegnő, kérem szépen, hogy a faszomba jutottam vissza ide? Bárminek, amit jelenleg csinálok, van értelme? Folyamatosan nyitogatom ezeket az ajtókat, de még igazából nagyon sokat nem adott hozzá egyébként a... az inventorimhoz. Ott a házam. Hát gondolom, oda a legeslegtetejére azért ildomos lenne feljutni, nem? De valamilyen szinten onnan jöttem, mert abból a lyukból tuti, hogy jöttem ki, de lehet, hogy a legeslegtetejére nem jutottam el. Ahol meg láda. Aha, Guard of the North. Azt mondjuk menő, mert most már akkor szerintem négy rész meg, vagy három rész van meg belőle. Nem látok, more. Én ennek valahogy a tetejére szeretnék följutni, mert itt úgy gondolom, hogy nem mentünk fel a tetejére. Van itt valahol egy láda, azt mondjátok többen is. Aha. Jó, tehát akkor kellene tudni följebb menni.
De oda, oda följebb. Na jó. Figyelj, van itt végül is bázisom, most hazamegyünk, megnézzük, hogy mi változott ezzel, hogy megöltük a sárkányt. Ki lesz ránk nagyon büszke. Az ég egyet a világon senkit nem érdekel, hogy megöltem a sárkányt. Strengthen the flame. Ahhoz kell neki a feje. Copper ore. És goo. Mert a copper orom szerintem van még, amit nem égettünk ki. Ó, nem, a kovács az azt mondja, hogy de jó. Mert elméletileg copper orom kell, hogy legyen. Mindig ez lehet, hogy pont nem elég. Ó, de jó! Ti legalább megdicsértetek, hogy valami történt. És akkor, hogyha most ez kipipálja, akkor csak a goo kell. Jó, copper ore az van. Akkor csináljunk 6 darab goo-t. Nem mondod, hogy nincsen dörtöm. Mert kődört! Dört, az csak simán így ásom a földet, nem? Igen. Ennyi elég is. Oké. Várjál. Gyere ide, gúzzunk egyet. Jó, még szerintem, hogy olyan shroud cuccom volt. Mert ezzel... Deal! Flame level 4. Mi azt jelenti, hogy kapnánk 2 intelligenciát, hogyha ki lenne rakva az a viszonylag hátul lévő stat. Azt annyira nem érzem soknak. Na, 10% lesz fizikál, azt is kirakjuk. És itt már a Constitution ki van rakva, tehát akkor ezen az ágon már itt strength meg strength van, ez nem kell. Ezt akarom még itt kirakni. Tehát 5 pont múlva lesz még 10% damage csökkentés, és az ráadásul all damage, amihez hozzáadódik a 15 magic, meg a 15 fizikál, tehát hogy egy tök jó lesz lassan a defünk. Szóval 4 pont múlva akkor ezt még kirakjuk, azzal befejeztük ezt az ágat, és az az igazság, hogy nagyon úgy, ezen a 4-en kívül, én nem is mondanám, hogy szükségem van több pontra. Szerintem utána lesz az, hogy elkezdjük kirakosgatni az olyan általánosokat, ami itt a survival ágon van, double jump, sprint, extra stamina, stb. Azokat fogjuk majd pakolászni. Aztán majd kiderül. 114 pont az rettenetesen sok. Az nagyon sok, amivel lehet számolni. No mindegy. Figyeljetek, itt már ebből a Guardianosból elég sok van. Igazából az a 30% mana 30 health, az szerintem jobb, mint az egy stamina regen. Mert akkor van mana HP, és HP regen meg health. Plusz a bányászási képességek, persze ott középen, tehát azért lesz még általánosan olyan, amit... Hallod? Ezt a szart, ha fölveszed, már ez is ad 45 sec minusz shroud time-ot. Ez pont nincs nálam. Ez is ad 30 sec-et. Tehát bemész, konkrétan ebbe a setbe bemész, és azonnal meghalsz a shroudba, nem? Nem is értem azt a setet. Mi a francért jó, hogy azt itt csökkenti? Na, mindegy, srácok, halt a sárkány, úgyhogy ezt innen fogjuk folytatni, most pedig, hogy a másik társaságnak is kedvezzünk, átváltunk Palworldre, és megmutatjuk, hogy hova jutottunk egy nap alatt pihével.